Több helyi rockzenekar lépett fel a Hemóban az első karcagi Szent Korona Fesztivál keretein belül. Üdvözöllek, Szűcs Gábor! Arra kérlek, hogy néhány mondatban mutatkozz be, és mutass be azt a zenekart, amelyben játszol. Sziasztok, üdvözölnélek titeket és a kedves nézőket is. Én a Dream Combination zenekart képviselem, mi Túrkevérről érkeztünk egyébként, egy jó párszor már léptünk fel itt Karcagon, úgyhogy a helyi tőzsgyökeres rock közönség már biztos, hogy ismer minket. Utoljára talán 3 éve voltunk itt, akkor egy picit még ilyen más formában, más zenéket játszottunk, rockzenét, csak most egy teljesen friss repertoárral érkeztünk ide hozzátok ma. Említetted, hogy rockzenét játszotok. A célközönség mi? Mert nyilván azért nem adott, hogy feltétlenül csak fiatalokból állhat, illetőleg mi a tapasztalat? A célközönség az ugyebár elég széles szórású, tehát mindenki, aki szereti a rockzenét, azt szeretettel várunk ide. A mostani listánk az a mai aktuális slágereket tartalmazza, ezek vannak egy ilyen metálosabb köntösbe átültetve. Mondhatnék itt Ed Sheerant, a Siát, Lady Gagát, ami a manapság a rádióban mennek, és ezek vannak átdolgozva így a mi kis szánkínze szerint, ahogy jó kis dörrenősen megszólaljanak. Saját szerzeményetek van-e? Van, igen, azzal is készültünk. Kis rövid műsoridőnkbe vegyesen próbáltuk belepakolni a dolgokat. 3 darab saját számot hoztunk ide. Egyébként ezek már régebbről ismertek, mert ezek már régiek, és itt mindig játszottuk, és nagyon nagy sikere volt, hál' Istennek. Ráczkev Imrét kérdezem, szia, hogy a mai este folyamán milyen zenét fogtok játszani a zenekarral, és arra kérlek, hogy mutass be néhány mondatban a zenekart, amelyben játszol. Dekadent zenekar az 99-ben alakult Karcagon, karcagi székhelyű a zenekar. Hát dallamos metálzenét játszunk, trash metálos elemekkel díszítve. 3 nagy lemezünk és 2 LP-nk jelent meg eddig. Több ízben léptünk fel, szerencsére minden évben azért évzárókat azt mi csináljuk, és sikerül a helyi közönség előtt föllépni. De az ország minden pontján, és már azért szerencsére be tudtunk mutatni a lemezeinket magyar lakta területeken is, akár Erdélyben, akár Szlovákiában is. A Korona Fesztiválon először játszunk, de nagy örömmel és örülünk, hogy gondoltak ránk a szervezők. Merchpulttal rendelkezünk, és szerintem nagyon sok mindenkinek megvannak már CD-ink, meg minden klippek is elérhetők. Ami most elérhető ebbe a vegetatív időszakban, szerintem azért jól próbáljuk kiaknázni a dolgokat, illetve hát ugye a vírus helyzet miatt a dalírásra koncentrálunk inkább, és készülünk az újabb lemezre. Remélhetőleg ez jövő évben ez megvalósul, és fel tudjuk venni az újabb anyagot. Annyi, amit tudni kell, hogy a 2017-ben jelent meg a téveszmélet lemezünk, ami magyar nyelvű volt, már előtte minden angol nyelven íródott. A repertoárt ilyenkor hogyan állítjátok össze, hiszen említetted, hogy számos lemezetek van, nagyon sok dalt szereztetek. Több lemez van, igen, nyilván most, mivel az utolsó ugye magyar nyelvű, így főként erre, illetve ezt a vonalat szeretnénk folytatni, így mindenképpen ezek a dalok alkotják a repertoár nagy részét. A régi dalokból is volt, tavaly sikerült még a Birkafőző Fesztiválon megrendezni, a 20 éves volt a zenekar, és egy nagyszabású koncert volt, amit tényleg fantasztikusan sikerült. Ott még minden olyan program volt, ami a régi 2003-as, 2002-es dalokat is játszottunk, most már ugye új programmal, stílusban is inkább ehhez hasonlóan, tehát thrash metálosabb, illetve keményebb vonal, viszont a magyar nyelvű dalokat preferálják a dolgokat. A következő lemez is nagyjából ezt a vonalat fogja képviselni, és ugye inkább ehhez próbáljuk a közönséget ugye hozzászoktatni, illetve a videóklipjeink is ugye ezekre a dalokra. Most már majdnem, még azt hiszem, hogy egy híja van, és akkor az egész lemez le van fedve videóügyileg is. Tehát nagyjából ezt próbálnánk, ezt a vonalat erősítjük. Ezek a dalok alkotják a mai programunkat is lényegében. Mikorra várható a következő nagy lemezetek? Nehéz így, most főleg itt a szeptember előtt azért. 2 bulink van még idén, ha minden jól megy, akkor egy kis új szállás lesz novemberben, és akkor az év végén lesz egy Metal Xmas ismét, ahol az Akela zenekarral játszunk december 19-én, ha ezt elmondhatom. És ha minden jól megy, akkor januárban azért nekiállunk egy demónak, és hogyha ez úgy sül el, és mi is úgy gondoljuk, hogy ez megérhet rá, akkor jövő év végén felvennénk a nagy lemezt, ez azt jelenti, hogy akkor 22 végére szeretnénk kihozni.